Sziasztok, sziasztok, üdvözöllek titeket ezen a verőfényes, csodálatos reggelen. Nézzétek meg, milyen gyönyörű szépen indul ez a nap. És hát nem úgy, mint a tegnapi, ahol hát végigesett az eső, és még mindig szárad itt minden. Na, a mai napról annyit, hogy erről szeretnék beszélni, ahogy a videó címében is látható. A pázsitról, illetve hogy hogyan lehet viszonylag szép kerted, szépen füvesített kerted. Tegnap volt itt egy ismerősünk, és megjegyezte, hogy milyen szép a fű, és hogy mi a titka, és mondott is egy ilyen szólásmondást, hogy az angol gyepnek az a titka, hogy 50 évig locsolni kell megnyírni. Nyilván ugye sokkal több dologból áll ez az egész, viszont azért ez is egy fontos szegmens. Na hát, amikor ide költöztünk, akkor már itt volt füvesítés, de egyáltalán nem így nézett ki, tehát nem volt ilyen sűrű, mint ahogy itt, hanem rengeteg folt volt, ez többek között azért volt, mert évekig üresen állt ez a rész, és a fákról lehulló gyümölcs, az ugye ott maradt a földön, és ott kimarta gyakorlatilag millió helyen a talajt, és itt emlékszem, hogy a barackfa alatt konkrétan egy elég nagy részen nem volt fű. Most ott a tűzrakó és az almafa között például van egy árnyékos rész, most már ott kezd visszajönni a fű, ott szintén hasonló probléma volt, csak ott almával, viszont az almafa, én úgy vettem észre, hogy kicsit elsavasítja a talajt, ezt szokták más fákra is mondani ezt a problémát, mondjuk pont a diófa is ilyen, ami a levelével, ahogy hullik, hát így a csírázást meggátló vegyi anyagokat juttat a talajba. És van ott egy rész a magas ágyások előtt, ahol pedig már jó pár évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt is volt egy medence, és kikopott alatta a talaj, illetve a fű egészen pontosan. És az a baj ezekkel a kikopásokkal, hogy ilyenkor a gazok sokkal hamarabb befoglalják a helyet, mint a minőségi pázsit, és el is szívják előle a tápanyagot, és utána nagyon nehéz a gazokat kiirtani onnan. És hogyha meg legyomírtózod, akkor meg szintén a saját fűvetésnek is akár árthatsz. Hát nem mondom, hogy nagy szakértő vagyok, én ezt a részt tudtam így eddig így viszonylag jóra megcsinálni. Úgyhogy rengeteg helyen ugye meg vannak osztva itt a terek, ugye vannak ezek a magas ágyások, van ez a virágos is, itt végig le van a szegély választva, ugye itt mulcsozva van, stb. És régen nagyon problémás volt, hogy a fű is ugye átkúszik mindenhova, egy-két helyen még van is egy-két fűszál. Na most ez azért van, mert van különböző ilyen fűhöz hasonló ilyen tarack, ami igazából egy gyom, és sokan azt hiszik, hogy az olyan, mint a fű, és igazából ez egy nagyon nehezen kiírtható ilyen hosszú gyökerű gyom, amit hát folyamatosan küzdök én is ellene. Na, én például úgy csinálom, hogy keverem a fűfajtákat, és többet szoktam vetni, mindig tavasszal és ősszel. És vannak olyan részek, például a ház mögötti részen, ahol nagyon gazos volt, és ott lefóliáztam egy egész télre azt a részt. Fóliára súlyokat tettem, ilyen téglákat, és tavasszal, amikor felszedtem az egészet, akkor ugye totál kihalt alatta minden, és akkor vetettem újra a kevert fűmagokat. Most van nagyon sok fajta fű, érdemes ezeket kísérletezni, hogy a te kertedben melyik az, ami szereti azt a talajminőséget, azt a pH értéket, ami kedvező számára. Én már 3-4-et variáltam, van ez a klasszikus ilyen, hát amit a focipályákon használnak. Van egy kicsit ilyen vastagabb és keményebb szárú, ami nagyon ellenálló egyébként, és utána meg szinte kiírthatatlan.
Illetve van ilyen nagyon vékony szálú, az erdőkben lehet sokszor látni olyasmit, az a fajta. Illetve vannak még ilyen különböző ilyen márkák, de jelenleg ezeket tudom most így felsorolni hirtelen. És ezeket keverve szoktam így elszórni, és ahol ilyen foltok vannak, például itt most a fa körül van egy ilyen kis rész, ami nem tudom, hogy a kamerán látszódik-e, de az, ez kicsit talán világosabb, mert az még nagyon új, azt még csak kétszer nyírtuk le. Oda néha itt szoktam szórni, ahol így, így ritkább. És hát ezt télen-nyáron locsolni kell, most ez egy kicsit hülyén hangzik, tehát a füvet azt mindig locsolni kell, nem szabad azt csinálni, hogy ó, majd úgyis esik az eső, vagy most ez a szárazság egy kicsit most jól jön, mert majd utána úgyis jön egy ilyen esős időszak, és akkor majd visszanyeri az erejét. A fű az így mindig számít arra, hogy lesz nedvesség, és mindig pontosan annyira tud terjeszkedni, amennyi nedvességet kap. Úgyhogy ha lehet, akkor locsoljátok. Én most itt ezt úgy oldottam meg, ezt az előkerti locsolást, hogy nekünk ugye itt szét van választva a szürke víz, meg a fekete víz. Itt ilyen egyedi szennyvíz elvezetési technológiákat kell alkalmazni, erről már korábban is beszéltem. Lényegében az ilyen ártalmatlan szürke vizeket, ami mondjuk lehet fürdővíz is, ezeket így el lehet így szikkasztani így a talajba, és igazából ezt folyamatosan kapják. Persze nyilván a kútról is szoktunk locsolni, meg vannak esővízgyűjtőnk, azokat is sokszor ide vezetjük ki, hogyha már nem locsolunk egyébként a veteményesben. És ez a rész, ez olyan sokszor kap nedvességet, hogy ez ugye tud számítani arra, és folyamatosan nő is emiatt. Másik pedig a fűnyírás. A fű akkor tud jól terjeszkedni, hogyha sokat nyírjátok, mert hogyha levágod a füvet, akkor elkezd vízszintesen terjeszkedni gyökerek által, és hát pont így éred el azt a kellő felület fedést, amit ugye eredetileg is az emberek a pázsit vetéskor el szeretnének érni. Szóval sokszor kell nyírni, én általában két hetente szoktam, és úgy képzeljétek el, hogy a hét elején nyírtam én füvet, szóval lassan itt van december, és még mindig, mert viszonylag ilyen enyhe 10 fokok vannak, és simán, tehát miért ne? Miért ne nyírnám le? Ha nagyon hosszúra hagyod, akkor az a baj vele, hogy télen el fog dőlni, ráesik a hó, esetleg egy kicsit meg is olvad a hó, majd utána visszafagy, letapad a fű a földre, és saját magától zárja el az oxigént, és kikopik. És tavasszal ilyen nem is tudom, ilyen sárgás, foltos lesz minden, és nagyon nehezen tud utána magához térni. Úgyhogy ezt így érdemes így alkalmazni, amiket így mondtam, és van még egy pro trükk, itt nem tudom, hogy remélem látszik, vannak ilyen posgások, ez a boj is, meg az is, azok ilyen kis posgások, ezeknek a levele ilyen pár milliméteres, és igazából nedvességet tartalmaznak, meg azt fogják meg, talán a kövi rózsához hasonlítható, csak ilyen mikro, mini. Ott is van, meg ott is van, meg ott is. Ezeket elkezdtük így nevelgetni, még ilyen dísznövénynek is használtuk bent, és azt vettük észre, hogy terjeszkednek arra felé. Tehát látjátok, hogy ahol úgymond a fű ritkább, oda befoglalja ő a helyet. Tehát például itt. Meg ott is megy arra. Tehát így kúszik arra, pedig itt le van választva, fóliázva is van, és mégis tud arra menni, és ilyet is érdemes bevetni, mert vannak olyan részek a talajba, ahol egyszerűen annyira agyagos, vagy van valami kórokozó ott, hogy ott nem nő egyébként ki a fű, vagy például itt látszik, hogy itt volt egy ilyen gyermekláncfű, az is szintén nehezen kiírtható, csak most le lett fűnyírozva, és itt maradt a szára,
és körülötte ugye a nagy levelei takarták a fénytől a földet, és hát körülötte ugye nem nő a fű. Na most ez itt kúszik már arra, és ez szépen be fogja alulról foglalni a helyet, és gyakorlatilag a gyomok ellen ez egy nagyon jó védekezés. Egyébként meg úgy néz ki, mint a fraktál karfiol. Na és a másik, akár a lóhere, az szintén egy nagyon igénytelen növény. Majdnem, hogy már a gyomok közé lehetne sorolni. Én nem tudom, hogy egyébként ilyen lóherét honnan lehet vásárolni, hogy vetni tudjál. Nálunk itt valahogy van, és ugyanígy, mint ahogy ez a köztes helyeket nagyon szépen befoglalja, és gyakorlatilag így a pázsitnak egy része. Megmondom őszintén, nagyon szeretek itt ülni a fűben néha, és keresni a négy levelű lóherét, néha találok is. Hát így röviden, tömören így ennyi a fűtermesztésről, pázsitolásról. Van ott hátul egy hátsó kerti rész, azt próbáljuk most ugyanilyenre megcsinálni. Ott teljesen más a talaj. Sajnos sokan, főleg vidéken olyan szokást alkalmaznak, ami egy kicsit ilyen környezetromboló, hogy mondjuk a tüzelésből keletkezett hamut, meg egyéb ilyen szemetet beleraknak a földbe, belekevernek, és emiatt teljesen más lesz a pH értéke, vagy túl lúgos lesz, vagy túl savas lesz. Úgyhogy hátul ilyen teljesen más állapotok vannak, és még nem jöttem teljesen rá, hogy hogyan tudnám befoglalni. És van egy olyan kísérleti ötletem, hogyha itt még durvábban sűrű lesz a fű. Van egy olyan pont, amikor tényleg nagyon, nagyon sűrű, tehát hogy nem találsz egy négyzetcentit, ahol üres lenne. Akkor majd lehet, hogy kivágok gyeptéglákat, és akkor majd azokat fogom így fokozatosan átültetgetni. És ezen gondolkozok. Na hát így röviden ennyi. Igazából mondom, tegnap jött ez az inspiráció, és most ebbe a előbb, amikor előbb bukkant a nap, mondom, megragadom az alkalmat. Úgyhogy röviden, tömören ennyi lett volna. Sziasztok, remélem, hogy tudtam segíteni.